nem mindennapi feladatot oldanak meg hétről hétre a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar tagjai. Az együttes ugyanis egyszerre készül két fontos fellépésre is. Az egyik most vasárnap délután 6 órakor kezdődik a Tolnai Lovardában. Ez egy jótékonysági koncert lesz, amit a helyi Karitásszal közösen szerveznek a tagok. A cél, hogy a jegybevételekből az ukrajnai háború menekültjeit segítsék. A másik fellépés pedig az, amit már több mint 2 éve várnak a fiatalok. A spanyolországi Valenciába kaptak ugyanis meghívást egy versenyre, amire nagyon készülnek, nem véletlenül, eddig ugyanis a koronavírus járvány miatt nem volt esélyük az utazásra. Hát őszinte mondhatom, hogy nagyon-nagyon izgatott vagyok a többiekkel együtt egyébként. Nekem ez az első ilyen külföldi utam lesz a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekarral, ami versenyszerű lesz, tehát tényleg egy versenyre megyünk el ma Spanyolországba. Hát óriási élményekkel fogunk szerintem gazdagodni attól függetlenül, hogy milyen eredményeket érünk majd el, de nyilván szeretnénk magunkból kihozni a legjobbat. Nagyon-nagyon várom, és szerintem hatalmas buli lesz a zenekarnak, és nagyon jó lesz a közönségünknek is, hogy egy ilyen helyen láthatnak majd minket. Nem Robi az egyetlen a zenekarban, aki most repül majd először. Ennek kapcsán egyébként érdemes megemlíteni, hogy komoly logisztikai előkészítést igényel egy ekkora zenekar és a hangszereik utaztatása. Nagyon izgatott vagyok, és egyre jobban várom, hogy menjünk Valenciába. Életem első repülése lesz, úgyhogy eléggé izgulok, hogy milyen lesz, és hogy fog sikerülni ez az egész szereplés ott. Nem repültem én sem, és nem jártam még Valenciában. Meg nagyon keveset vagyok mostanában a zenekarral, az iskola miatt főleg, és emiatt is nagyon várom. A fiatalok egészen elszántak már, ami a valenciai versenyen való szereplésüket illeti. Elég sok felkészüléssel, egyénivel is, meg zenekar szinten is sokat próbálunk, amikor csak lehet. És mindenki várja, mindenki nagyon izgatott, de én úgy érzem, hogy meg fogjuk nyerni. Hát sokkal inkább bennünk van a versenyszellem, ami nagyon hajtja szerintem a zenekart előre, és nagyon jót tesz nekünk. Meg így az én szólamomban egy nagyon jó összekovácsolódási lehetőség volt ez, hogy kottanyomtatás, közös felkészülés, besegítés, akik mondjuk újak jönnek nekik, ebben segített nekünk. Hát kemény a munka, az biztos. Most nagyjából 2 hetente tartunk vasárnaponként próbákat, és ezért ez még mindig nem elég alkalom igazából arra, hogy felkészüljön az ember egy ilyen versenyre. Gyakorlatilag soha nem elég, tehát ez egy olyan dolog, hogy soha nem elég, mindig egyre többet akarna ezzel még dolgozni az ember. Szóval a próbák azok kemények, tehát azok nem a buliról szólnak elsősorban, de természetesen inkább a próba előtt, a próba után és a szünetben ott jó a hangulat, és egymással vagyunk. Nem csak a próbákat veszik komolyan a fiatal zenészek, hanem a kinti fellépésre is igazi kihívásként tekintenek. Persze azért az út során Valenciával is meg szeretnének ismerkedni. Hát, jól tudom, akkor már amikor hajnalban fogunk indulni repülővel, tehát én 5 órára Budapesten kell lenni, valamikor délőtt megérkezünk majd, és hát elfoglaljuk a szállást, és mindenképpen szeretnék a városba elmenni majd, amire lehet, hogy első nap nem lesz lehetőség, de nagyon kíváncsi vagyok Valenciára is. Még sosem voltam így külföldön zenélni, főleg ekkora helyen. És ráadásul ugye repülővel megyünk, én még sose repültem, szóval ez is egy nagy izgalom számomra, de nagyon várom, szerintem nagyon jó buli lesz. Hát az biztos, hogy sokat fogunk zenélni, az elején még izgulunk valószínűleg, hogy jól sikerüljön, aztán utána meg strandolunk, bulizunk, jól érezzük magunkat külföldön. És szerintem nagyon jót fog tenni nekünk ez, hogy újra felléphetünk egy ilyen neves versenyen. A Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar tagjai július közepén indulnak a spanyolországi Valenciába, a céljuk pedig, hogy a legjobbként érjenek onnan haza. Előtte viszont most vasárnap Tolnán a Lovardában adnak jótékonysági koncertet.